Ebben a feladatban megvan adva az M-re látható két támaszú tartó, amire a C keresztmetszetben, illetve a B keresztmetszetben hat egy M2, illetve egy M1-es koncentrált nyomatékvektor. Feladatunk az, hogy rajzoljuk meg ennek a tartónak az igénybevételi ábráit. Ez első lépésben meg kell határoznunk az A és a B ponti támasztó erőket. Az A pontban egy csukló van, tehát ott lehet egy XY koordinátája a támasztó erőnek, FAY, illetve FAX irányú támasztó erők. A B pontban görgős megtámasztás van, tehát ott csak Y irányú lesz a támasztó erő. F, B, Y. Ezeknek a meghatározásához írjunk fel egyensúlyi egyenleteket. Írjunk fel mondjuk egy nyomatéki egyensúlyi egyenletet az A ponton átmenő síkra merőleges tengelyre. Vagyis akkor az FAX, FAY erőknek nem lesz nyomatéka az A ponti tengelyre, mivel a hatásvonaluk átmegy az A ponton. Nyomatéka az FBY erőnek lesz, illetve a két koncentrált nyomaték fog szerepelni még az egyenletünkben. Az M2-es nyomaték pozitív előjelű, az M1-es nyomaték negatív előjelű lesz, tehát plusz M2 és mínusz M1, és az FBY is pozitív nyomatékot ad az A ponti tengelyre. A távolság az 8 méter, tehát plusz 8-szor FBY. Ebből az ismeretlen FBY támaszterő az egyenlő lesz M1 minusz M2 per 8-al, vagyis 1 minusz 2 per 8-al. Azaz mínusz 1 per 8, vagyis mínusz 0,125 kilonewtonnal. Végeredményt mínusszal kaptuk, tehát az FBY nem fölfelé mutat, mint ahogy feltételeztük az ábrán, hanem lefelé. Ezután írjunk föl egy X irányú, illetve egy Y irányú vetületi egyensúly egyenletet. Az X irányú vetületi egyensúly egyenletből megkapjuk, hogy az FAX az nulla, mivel csak az egyik irányerő hat a szerkezetre, illetve summa FY egyenlő nulla, ott pedig van egyszer egy plusz FAY és egy plusz FBY. Ebből az ismeretlen FAY, ez egyenlő mínusz FBY-nal, azaz mínusz, az FBY-ra mínusz 0,125-öt kaptunk, tehát ezt a mínusz előjelű értéket kell behelyettesítenünk oda, vagyis mínusz, mínusz 0,125, azaz 0,125 kilonewton. Pozitív a végeredmény, tehát az FAY tényleg fölfelé mutat, mint ahogy feltételeztük. Ezek után a támasztóerő vektorokat rajzoljuk vissza az ábrára megfelelő irányokban. Ugye, mivel az FAX-ra azt kaptuk, hogy nulla, emiatt róderő ábránk az nem lesz, vagy gyakorlatilag, ha megrajzolnánk, akkor egy konstans nulla függvényt kapnánk. Ezért ennek a helyére rajzolom föl a szerkezetet, és rá a megfelelő erőket és nyomatékokat a pontos irányokba. Tehát az FAY-ra azt kaptuk, hogy fölfelé mutat, nagysága 0,125 kilonewton, az FAX 0, azt nem rajzolom be. C keresztmetszetben van egy M2-es nyomatékvektorunk, ennek a nagysága 2 kilonewton-méter, és a B keresztmetszetben van szintén egy koncentrált nyomatékunk, az M1-es koncentrált nyomaték, ami 1 kN/m nagyságú, és van az FBY támaszterő, amire kijött, hogy lefelé mutat, és nagysága 0,125. kN. Tehát ez ugyanúgy az A keresztmetszet, ez a C keresztmetszet, ez pedig a B keresztmetszet, és ez pedig itt a ród XY tengelyekkel. Tehát két igénybevételi ábránk lesz, amit meg kell rajzolnunk, a TY, Y irányú nyíróerő ábra, amit kilonewtonban fogunk megrajzolni, és alatta majd az MHZ, Z tengely körüli hajlító nyomatéki ábra.
elemi rúdszakaszhoz kötötten a pozitív TY nyírőjéről a rúd bal végén fölfelé, a rúd jobb végén lefelé kell, hogy mutassa. Balról jobbra rajzoljuk meg az igénybevételi ábrainkat, emiatt ezt a nyílirányt kell összehasonlítanunk az adott keresztmetszetbe fellépő Y irányú erővel. Ha az iránya úgy ilyen irányú, akkor arra azt mondjuk, hogy az pozitív nyíróerő. Nullából indulunk, nullába érkezünk, és hogyha koncentrált Y irányú erő van hat a szerkezetre, ott abban a keresztmetszetben a nyíla megfelelő irányba lesz ugrás a függvényünkbe a nyíróerő ábrában. Tehát az elkeresztmetszetben nullából indulunk, rögtön van egy Y irányú koncentrált erő, fölfele mutat, tehát fölfelé lesz ugrás a függvényünkbe, méghozzá 0,125 értékkel. Tehát 0,125. Ezután a tartóra egészen a B keresztmetszetig nem hat Y irányú koncentrált terhelés, emiatt ezzel a 0,125-ös értékkel megyünk konstans végig egészen a B keresztmetszetig. B keresztmetszetben van egy koncentrált erő, ami lefelé mutat, tehát a függvényünkben lefelé lesz ugrás, méghozzá 0,125 kN nagysággal, vagyis szépen visszaérkeztünk a nullába. Ez az érték is 0,125 kN. Tehát így néz ki a nyírőerő ábránk, viszont ide még be kell rajzolnunk kettő területvektort, a koncentrált nyomatékoknak a területvektorait. Ezt a következőképpen fogjuk megtenni, ezeket a nyomatékokat helyettesítsük egy-egy erőpárral, úgyhogy ugyanezt a nyomaték irányt kapjuk vissza. Ez esetben egy lefelé és egy fölfelé mutató erőpárral tudjuk helyettesíteni ezt az M2-es koncentrált nyomatékot, ugye ez az erőpár ugyanezt a nyomaték irányt adja vissza. A másik esetben pedig egy fölfelé és egy lefelé mutató erőpárral tudjuk helyettesíteni ezt az M1-es koncentrált nyomatékot, hogy így szépen visszakapjuk az M1-nek az irányát. És a nyírőerő ábrában a koncentrált nyomatékoknak a területvektora az abba az irányba fog mutatni, amelyik erőpár taggal találkozunk balról haladva először. Tehát az M2-es területvektor lefelé kell, hogy mutasson. Nagysága 2 kN/m. Balról jobbra haladva először ezzel az erőtaggal találkozunk az erőpárból, tehát az M1-es területvektor az pedig fölfelé kell, hogy mutasson. Nagysága 1 kN/m. Az MHZ Z-tengely körüli hajlító nyomatéki ábrát, amit kilónyúton-méterben fogunk megrajzolni, azt a nyíróerő ábra integrálásával fogjuk megkapni. Fontos feltétel, hogyha a szerkezetre koncentrált nyomaték hat, tehát jelen esetben itt a C, illetve a B keresztmetszetben, ott a nyomatéki ábrában ugrás lesz a függvényben. Méghozzá a területvektorral ellentétesen lesz ugrás a függvényben. De nézzük előbb a számolást. És ugye fontos, hogy itt is nullából indulunk, és nullába kell megérkeznünk. Tehát a C keresztmetszetben van egy koncentrált nyomaték, emiatt itt a függvényünkben, a nyomatéki függvényben egy ugrás lesz. Emiatt számítsuk ki az MHZ hajlító nyomatékot a C minusz keresztmetszetre. Tehát a C-től egy picit balra lévő keresztmetszetbe. Ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy MHZ a korábbi A keresztmetszetben minusz integrál XA xc minusz között ty dx. Tehát a nyíróerő függvénynek az integrálja ezen a tartományon. Vagyis hajlító nyomaték az A keresztmetszetben nulla, tehát ugye tudjuk, hogy nullából indulunk, és ennek a függvénynek az integrálja, ami egy konstans függvény, vagyis az integrálja megegyezik ennek a téglalapnak a területével. A téglalap területe pedig 0,125 szorozva 4-jel. Tehát 0,125 szorozva 4-jel. Erre azt kapjuk, hogy mínusz 0,5 kN. A kijött mínusz 0,5 kN-t vegyük fel a hajlító nyomatéki ábránkba a C keresztmetszethez. Tehát ez itt mínusz 0,5 kN. Látjuk, hogy a nyíróerő ábránk
az első szakaszon konstans függvény, ennek az integrálja ugye egy lineáris függvény, tehát a hajlítónyomatéki függvényünk az első szakaszon egy lineáris függvény, tehát nincs más dolgunk, mint a nulla és a mínusz 0,5 pontokat összekötni egy egyenessel. Ez az első szakaszon így néz ki a nyomatéki függvényünk. A C keresztmetszetben van egy területvektor, egy koncentrált nyomaték, tehát a nyomatéki ábránkon lesz egy ugrás a területvektorral ellentétesen 2 kN nagyságban. Tehát mínusz 0,5-höz hozzáadunk 2-t, akkor 1,5-öt kapunk. Menjünk tovább, következő szakasz, ez a szakasz, itt is látszik, hogy a nyírőerő ábránk az egy konstans függvény, ennek az integrálja egy lineáris függvény lesz, tehát itt a nyomatéki ábrán egy lineáris függvényt kell ábrázolnunk, ehhez számítsuk ki az MHZ hajlítónyomaték értékét a B- keresztmetszetben, ami egyenlő lesz akkor MHZ a C plusz keresztmetszetben minusz integrál xc plusztól xb mínuszig a ty dx. Vagyis a hajlítónyomaték érték a c plusz keresztmetszetben, ez a másfél kilonewton-méter, tehát 1,5, ebből kell levonnunk ennek a függvénynek az integráját, ami nem más, mint ennek a téglalapnak a területe, vagyis 0,125 szorozva 4. Erre akkor azt kapjuk, hogy másfél mínusz fél, vagyis 1 kilonewton méter. Tehát vegyük fel a B keresztmetszetbe ezt az értéket, 1 kilonewton méter. És kössük össze a másfél és az egy pontokat egy egyenessel. És végül a B keresztmetszetben szintén van egy koncentrált nyomatékunk, itt látható a területvektor, és a területvektorral ellentétesen lesz ugrás a nyomatéki függvényünkbe, vagyis lefelé még hozzá 1 kN értékkel. Vagyis az egyből ki kell vonnunk egyet, akkor visszaértünk a nullába. És ezzel meg is kaptuk a tartó hajlítónyomatéki ábráját.